Helyi általános és középiskolás diákok műsorával kezdődött az idei díjátadó ünnepség. 2018-ban immár második alkalommal hirdették meg a Virágos Óvodák és Iskolák versenyt azzal a céllal, hogy az egyes intézményeket közös erővel borítsák virágba a fiatalok és a pedagógusok. A rendezvényen Csupák Névesesek Andrea köszöntötte a vendégeket, aki beszédében kiemelte, a vetélkedő lehetőséget biztosít az intézményeknek arra, hogy szervezett formában hívják fel a diákok figyelmét a környezettudatosságra és a növények szerepére. A virágok magjait azt a kisgyermekkorba kell elültetni, hogy széppé és virágossá váljon a lelkükbe. Ezt nagyon komolyan így gondolom. Tehát, hogyha egy óvodáskorú, iskoláskorú gyerek azt megszokja, hogy a saját környezetét rendbe kell tartani, hogy szebb környezetbe nagyobb öröm belépni, hogy szebb környezetben nagyobb öröm a tanulás, hogy jobban, kellemesebben töltjük ott a napunkat, akkor a felnőtt korukban is igényük lesz rá, hogy rendbe tartsák a környezetet. A kezdeményezést Baja város önkormányzata keltette életre a Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. És a Bajai Városvédő és Szépítő Egyesület közreműködésével. Dr. Cseh Béla, a szervezet elnöke kiemelte, a második évben azt a célt kívánták elérni a versennyel, hogy a résztvevő intézmények valamilyen üzenetet közvetítsenek a díszes növényekkel. Egy nagyon nagy ajándék az Egyesületnek az, amikor látja, hogy Baján az iskolák és az óvodák odafordultak a virágok felé. És ezt mi köszönjük minden kollégának, gyereknek, szülőknek. Ez a hármas az, aki virágossá tud tenni egy iskolát. Az idei évben az előzőnél is több intézmény csatlakozott a kezdeményezéshez, a versenyben résztvevő óvodák és iskolák pedig arany, ezüst és bronz minősítésben részesültek. Általános és középiskolás korosztályban kitüntették többek között a Bajai 3. Béla Gimnázium, a Bányai Júlia Szakiskola és a Szent Balázs Katolikus Általános Iskolát, míg óvodás kategóriában 6 intézmény vehette át az elismerő oklevelet és a tárgynyereményeket. Aranyminősítést kapott például az MNAMK óvodája is. Minden csoportba kitettük a felhívást, a szülők mindenhol nagyon aktívak voltak, és megpróbálták a csoport jellegét megjeleníteni, igen. És emellett még a nemzetiségi jelleg is megjelent, tehát gyógynövényeket is kaptunk. Sok-sok levendulát, például rozmaringot, ami jellegzetesen a német nemzetiséghez kapcsolódik. A megmozdulás a jövőben is folytatódik, így a következő tanévben a meglévők mellett azok az intézmények is elindulhatnak a virágos versenyen, akik eddig nem éreztek elég bátorságot a jelentkezéshez.